Köszöntjük Önöket, sziasztok! Iskolánk diákjai február 13-ától 17-ig síkirándoláson vettek részt Králikin, valamint bekukkantunk a farsangi bálunkba, hogy hogy mulatunk mi, diákok. Vítame vás pri ďalšej časti školskej horúčky. Naši žiaci od 13. do 17. februára sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku a taktiež nazrieme, ako naši študenti sa zabávali na fašiangovom študentskom plese. Iskolánk diákjai nemrég tértek haza a síkirándulásról. Erről beszélgetek Zsoltival. Zsolti, milyen volt a napi rendetek? Egész heti tervünk úgy zajlott, hogy reggel 7:30-kor ébresztő volt, majd utána mentünk le reggelizni, reggeli után felöltöztünk sícucokba, és közös bemelegítés után mentünk is síelni. Két csoportra osztottak minket, kezdőkre és haladókra, majd fél egykor került sor az ebédre. Ebéd után kaptunk 1 órás pihenőt, és a 1 órás pihenő után pedig mentünk ki a délutáni sízésre. A vacsora este 6-kor volt. Milyen kiegészítő programjaitok voltak? Lehetőségünk volt az éjjeli sízésre, ami este 7-től volt villanyfényben, és még lehetőségünk volt a szállásadótól szaunát bérelni, ahol ki tudtunk kapcsolódni kicsit. Hogy érezted magad, milyen élményekkel tértél haza? Nagyon, nagyon jól éreztem magam, hál' Istennek nem sért meg senki, és új embereket ismerhettem meg, úgyhogy jól éreztem magam egész héten. Takže máme tu Sofiu z druhej a triedy, ktorá nám porozpráva o lyžiarskom výcviku. Sofia, takže aký ste mali vlastne denný režim? No, budíče sme mali o 7:30, potom sme išli na raňajky. Mali sme raňajšie lyžovanie po spoločnej rozcvičke. Išli sme do hotela, mali sme hodinovú prestávku na odpočinok, mali sme obed a po obede sme išli zase na poobednejšie lyžovanie a po odchode domov sme mali 2-hodinový odpočinok, potom sme mali o 6:00 večeru, neskôr sme mali voľný čas na zabávanie sa a chodiť na izby. A aké boli vaše doplňujúce programy? Mali sme možnosť ísť na večerné lyžovanie útorok o 7:00, mali sme v stredu diskotéku a mali sme možnosť ísť do jacuzzi a do sauny v hoteli. A aké zážitky si priniesla? No, lyžovanie bolo veľmi dobré, mali sme perfektné počasie, no našťastie sa nikto nezranil. Farsangi bálon, és Fannival beszélgetek. Szia, Fanni! Fanniról azt kell tudni, hogy ő a Diák Drink, és az ő egyik programpontjában szerepelt az, hogy megszervezik a farsangi bált, ezt a csodás mulatságot. Fanni, hogy sikerült megszerveznetek ezt a csodás bulit? Szia, Lila! Hát először is le kellett foglalnunk a zenekart, aztán hogy megrendeltük a pizzákat, majd a bálterem díszítése is egy nehéz pont volt, és úgy döntöttünk, hogy most egy állarcos bált szervezünk, amit úgy gondoltunk, hogy még egy plusz hangulatot ad majd az embereknek, és ez is kihozza belőlük a mulatnivalót. És hát nyilván nem volt könnyű, de nagyon szépen köszönöm a segítséget az osztályomnak és az osztályfőnökömnek, akik nyilván nem sikerült volna nélkülük ilyen jól megszervezni az estét. Mi pedig köszönjük nektek, hiszen fantasztikus a hangulat, és reméljük, hogy az összes programpontotokat ugyanilyen szuperül tudjátok teljesíteni.
Szandival beszélgetek, aki a Diákdiri csapatának egy kulcsfontosságú tagja. Szandi, hogyan tudtatok segíteni a Diákdirinek a bál megszervezésében? Az egész osztályunk segített feldíszíteni a termet, a kellékeket is közösen szereztük be, és a bálon a hangulat fergeteges! Időközben elcsíptem Lacát. Laca, ez az első sulis bálod? Elsősként már részt vettem ősszel a Gólya bálon, ami nagyszerű volt, de ez a mai este frenetikus. Osztálytársnőmmel Orsikával beszélgetek, aki végzősként utoljára vesz részt egy ilyen sulis bálon. Orsika, végzősként hogy érzed magad? Nagyon jól érzem magam, örülök, hogy eljöttem, bár gondolkoztam, hogy elejöjjek, mert holnap írunk, és sokat kell tanulni, de mindenképp megérte. Nagyon jó a társaság, nagyon jó a zene, a hangulat, sokat táncolunk, és örülök, hogy itt vagyok. Mai adásunk ezennel véget ért. Nadnyezito od nás všetko. Ľudia sa s vami Lilla és Kristina.